Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Nász Nagy Máté, az LMP társelnöke. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Pész, akkor azt kérdezik a zsidók, hogy Mán Istená, milyen változást ön ért? Mivel különbözik ez a nap a többi naptól, most, hogy társelnök lett? Hát én már ugye 2 éve vagyok társelnök, nálunk augusztus végén lesz a tisztújítás. A Párbeszédnél valóban most volt egy tisztújítás, ott új társelnök van, hogyha hallottam a híreket. Hoppá, megint összekevertem. Ezek a házasságok és válások, ezek mindig összekeverik a nagy közönséget. Esküszöm és bocsánatot kérek, hogy én őrájuk gondoltam. Milyen példát mutat ez önöknek? Szükség van a női társelnökökre? Szükség van egyáltalán a társelnöki beosztásra? Mennyiben lenne egyszerűbb, hogyha egy ember vezetné a pártot? Szerintem mind a két felállás vagy megoldás mellett szólnak érvek. Valamelyik párt ezt választja, valamelyik párt amazt választja. Hogyha megnézzük az Európai Unión belül működő zöld pártokat, akkor erre is és arra is egyébként találunk példákat. Azt gondolom, hogy alapvetően egyébként nem ez a döntő. A társelnöki rendszernek az kétségtelen előnye, hogy van egy női és egy férfi vezető, mind a kettő egyaránt fontos, ez egy üzenet a társadalom számára is, hogy mind a női, mind a férfi politikusokra egyaránt szükség van. Mi történik akkor, hogyha a zöldekről beszélünk, és amikor önt látom, akkor úgy bezöldül előttem minden, de hát ott van a német példa, akik aztán tök zöldek, és először kikapcsolták az atomerőműveket, és ez nem úgy jönnek, mert már többször mondtam, majd most visszakapcsolták az atomerőműveket, szénnel megtermelik a powert, az elektromos áramot, és oda dugják be az elektromos autót tölteni. Mennyibe különbözik ez a korábbi módszerektől, hisz sokkal nagyobb lábnyomot hagy, mint korábban? Az egészen biztos, hogy egyébként a szénerőműveknek van a legnagyobb klímapusztító hatása, ez kétségtelen. Egyébként még a gázzal működő erőművekhez képest is közel dupla a károsanyag kibocsátása egy szélerőműnek, ha egységnyi energia előállítását nézzük. 900 egységről beszélünk, ezt széndioxid ekvivalensnek nevezik, gázerőművek esetén ez 400, nyilván a megújuló energiaforrások esetén pedig 20-30 nagyságrendel kevesebb. Egy szakember, dr. Ferenci Orsolya már kinnül a folyosón, és hallja minden szavát, és utána fogja tudni értékelni. Ez nagyon helyes. Amint még el akartam mondani, hogy nyilván Németország, de akár az egész Európai Unió, azon belül Magyarország is tévúton jár akkor, amikor egy jelenlegi energiaszintet, és ez egy sajnos egy bővülő energia igény, ennek a fenntartását akarjuk megoldani, mert akkor valóban arról van szó, hogyha nem az orosz gázt akarjuk megvásárolni, akkor amerikai gázra van szükség, vagy norvégra, vagy törökre, vagy arabra. Ezeknek a gázoknak a szállítása sokkal nagyobb lábnyomot hagy, mint az orosz gáz. Például a palagáz kitermelése sokkal több nyomot hagy, mint a rendes gáz. Arról nem is beszélve, hogy az ide szállításuk is komoly erőfeszítéseket. Ez így van, és amiről én beszélek, hogy ettől a függéstől kéne megszabadulni, de ez nem működik akkor, hogyha nem gondoljuk át az egész társadalmi-gazdasági működésünket, nem tudunk ekkora energiaigényt fönntartani, ez rendkívül káros, és nem is biztos, hogy az emberi boldogság felé vezető út ez a folyamatos energiaigény, a folyamatos fogyasztás, a folyamatos kizsákmányolása a természetnek és az embereknek. Tehát ezt az egész rendszert kéne átgondolnunk, amiben mi élünk. Nyilván a zöld politika erre ad különböző megoldásokat és szemléletváltást. A zöld politika és a szociális munkások ellátása, anyagi ösztönzése elegendő ideológia egy párt fönnmaradására, hisz ma alig mérhetőek. Hogyha megnézzük, hogy az elmúlt időszakkal mivel foglalkoztunk, akkor olyan társadalmi igazságtalansági kérdésekkel, hogy Magyarországon a közalkalmazottak miért keresnek olyan keveset, amennyit, egy kezdő pedagógus fizetése nettó 207 ezer forint, egy szociális munkás alig keres többet ennél az összegnél, sőt, jellemzően alacsonyabbat, szociális dolgozókról
beszélünk, mondjuk egy kezdő rendőrnek a fizetése szintén nettó 200 ezer forint környékén alakul, pótlékokkal, stb. Ez egy társadalmi kérdés, és emellett ott vannak a markáns környezeti, természeti kérdések, például, hogy miért nem lehet Magyarországon a szélerőműveket újonnan üzemben állítani, ezt jelenleg ugye tiltják, szeretnénk ezt a tiltást feloldani, szeretnénk igenis a közlekedést, az autós közlekedést szabályozni, és a közösségi az állatvédők miért tiltakoznak a szélerőművek üzembe helyezésére? Én nem gondolom, hogy nagyobb tiltakozás lenne, mint például bármilyen károsanyagot kibocsátó erőmű működésével szemben. Tehát az sokkal nagyobb kárt okoz bármilyen élővilágban. Ugye a mi egészségünket is rendkívül károsítja azzal, hogy évente Magyarországon is 10-15 ezer ember veszíti el az életét olyan betegség miatt, amit a légszennyezés okoz, az autós közlekedés, a mátrai erőmű, stb. Mind hozzájárul ehhez az egészségügyi kárhoz. Önök egy zöld és párt, ember életekben mérhető veszélyhez. Önök egy zöld párt, nem tudom, hogy az alkohol a zöldségek közé tartozik-e. Hány ember hal meg Magyarországon alkoholmérgezésbe? Hány embernek az élete fut zátonyra a fokozott alkoholfogyasztástól? Hány ember megy tönkre a nem helyes étkezéstől, az állandó kenyérevéstől, és hagyd ne soroljam mitől? Hát, hogyha így közelítjük meg a kérdést, a zöld politika ezekkel a népegészségügyi kérdésekkel nagyon is foglalkozik. Igenis, az egészségügyet, a megelőzést, a prevenciót még erőteljesebben kéne támogatni. És önök támogatják ezt? Milyen eredményeket értek el? Hisz a halálesetek nem csökkentek, csak nőttek azóta is, amióta önök a politikai poronton vannak. Hisz nem ez az első alkalom, hogy bekerültek a parlamentbe. Én arról tudok beszámolni, amit, mert itt most már a végrehajtó hatalomnak a hatáskörét feszegetjük, amit mondjuk mi tudtunk elérni, vagy nekem ugye szerepem volt Újpesten, itt az újpesti szakrendelő kapcsán a fejlesztésekről nagyon szívesen be tudok számolni az elmúlt időszakból, például ott az előjegyzési listákat sikerült több rendelésen csökkenteni. Új orvosok szerződtek, illetve egy más menedzsment szemlélettel sikerült átszervezni nagyon sok mindent, ami még egyszer csökkenti az előjegyzési listákat. Ennek nyilván megvan a maga egészségnyereségi hatása. Az új rendeletek, a rendelőintézeteket illetően és azoknak az esetleges államosítása, illetve átszervezése milyen plusz feladatokat ró a helyhatóságokra? Itt ugye voltak bizonyos kijelentések, az új államtitkár, dr. Takács Péter részéről hangoztak el ilyen kijelentések, hogy esetleg megfontolja ezt a kormány, elemzi ennek a lehetőségét. Mi ezt azért nem támogatnánk, most úgy mondom mi, mint LMP, vagy ellenzéki párt, mert tényleg én testközelből láttam hát a helyi végrehajtó hatalomból, hogy azzal, hogy egy intézményt tartottunk fent és üzemeltettünk, az mennyi plusz energia, plusz forrás, plusz lehetőségnek a biztosítását jelentette, és ez a lehetőség ez elveszne akkor, hogyha az állam átvenni ezeket az intézményeket. Ez érinti az egészségügy témakörét, az önkormányzatiság témakörét. Egy önkormányzat, egy település akkor tud működni, hogyha intézményei vannak, amin keresztül tud hatást gyakorolni a társadalomra. Mi olyan hatást gyakoroltunk még egyszer, hogy több orvossal tudtunk dolgozni, csökkentek az előjegyzési listák, több rendelést tudtunk elindítani, és fejlesztéseket indítottunk. Ön mielőtt bekerült a magyar parlamentbe, a negyedik kerületben volt alpolgármester. Mennyire szenved a közgyógyellátás, illetve a gyógyellátás kárt azért, mert ön kikerül ebből a rendszerből? Hát van egy kiváló utódom Újpesten, helyi LMP és politikus társam Pernecki László vette át ezeket a feladatokat. Én azt látom, nyilván utólag is követem természetesen az eseményeket, minden, ami Újpesten történik, a figyelmem fókuszában van, hogy ez egy zökkenőmentes átállás volt, és a fejlődések, fejlesztések azok töretlenek továbbra is. Ezeket az örömteli híreket köszönöm. A pontos idő 8 óra, akinek építőjellegű véleménye van, ragadjon tasztatúrát, vagy írjon, vagy telefonáljon, könyörgöm, nem éjfél után. Az elmúlt kimondottan szűk negyed órában Kanász Nagy Máté, az LMP országgyűlési képviselője, egy igazi zöld politikus volt vendégünk, mielőbb visszavárjuk, és ne felejtse el, hogy a múltkori hiányosságokat már ledolgoztuk, van 5 perc kreditje nálunk. Köszönöm, hogy velünk Köszönöm volt. Én is. Most viszont következik a híradó, és már is mondom, a híradó után itt lesz Ferenci Orsolya, Tordai Bence, Gyarmati István, és a nap folyamán még Nagy István, agrárminiszter is érkezik.
természetesen lesz ma Kipa is, sőt a világ zsidó szemmel is. Ez a mai kínálatunk, tartsanak velünk!